Már dolgoznak a munkások a Szekszárdra tervezett új lakópark területén. Két ütemben összesen 120 lakás épül majd itt. Az első 60-at a tervek szerint nagyjából egy év múlva vehetik birtokba a tulajdonosaik. Nagy zöld felületek lesznek a parkon belül, de azt is jelenti, hogy a külső felszíni parkolókat is fásítjuk, az árnyékolást, csökkentve ezzel a felmelegedő felületek számát. Sőt, nem csak a majdani lakóparkba beköltözők élhetnek korszerű körülmények között a beruházásnak köszönhetően, hanem azok is, akik már a környéken laknak. Ami jelent útszélesítést, parkolóépítést, gyalogátkelőhelyet, járdát, közvilágítást, ez úgy gondolom, hogy vízelvezetést, sőt egy útcsatlakozásnak a kiépítését, ami itt a hátunk mögött van, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez mindenképp a területet rendezettebbé és élhetőbbé teszi. Közel 100 millió forint értékben végeznek ugyanis fejlesztéseket a kivitelezők a meglevő infrastruktúrán. Dr. Gábor Ferenc szekszárdi edzője azt mondja, a Tolnai megyeszéken mindig is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az oda települő beruházóknak és vállalkozásoknak megfelelő körülményeket biztosítson az önkormányzat. Amikor megkerestek minket, akkor partnerséget kértek és közös együtt gondolkodást, hogy hogy lehetne egy olyan fejlesztést végrehajtani, ami nem csak az újonnan ide költöző új lakóknak font vagy jó, hanem az itt élő lakóknak is megfelelő. A Csatári városrészbe tervezett lakópark teljes befejezésére várhatóan 2023-ban kerül majd sor.